A Máté által írott evangélium 12. részének a végét olvasom el, 46. verstől és 50. versét. Máté evangélium 12. rész, 46. versétől az 50. versét. Így van megírva. Még beszélt a sokasághoz, amikor anyjai és testvérei megálltak odakint, és beszélni akartak vele. Valaki figyelmeztette. Íme anyád és testvérei odakint állnak és beszélni akarnak vele. Ő azonban így felállt. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? És kinyújtva kezét a tanítványai felé, ezt mondta. Íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiú testvérem, a kő testvérem és anyám. Eddig Isten igényében köszönöm. Urunk, köszönjük azt, hogy ránk is szeretnél kinyújtani a te kezedet, ránk is szeretnél mutatni, és rólunk is el akarod mondani, hogy mi vagyunk a te testvéreid és anyád. És köszönjük neked azt, hogy ezt a veled való közösséget élhettük át egész héten, és most szeretnél még ezt a szívünkre helyezni, hogy ezzel menjünk tovább. Áldnak kérlek ígédet közöttünk. Amen. Miért nevezik a vasárnapot az Úr napjának? Így van. Vasárnap a hét első napján, ahogy a zsidók számították a napokat, a hét első napján támadt fel az Úr Jézus a halálból. Legalábbis ekkor találkoztak a tanítványai a nyitott sírral és az élő feltámadott Úrral. Vagy ötször megjelent nekik feltámadása napján, hol személyeknek, hol csoportoknak, és mindig a csodát tapasztalták meg, a vele való találkozás. Az Úr napján, vasárnap mi is találkozhatunk Istennel. Otthonainkban, a gyülekezeteinkben is, ezekben a percekben, mert lehet, hogy vége van ugyan az Isten tiszteletnek, de így a délelőtt folyamán is Isten tiszteletet gyülekeztek össze a szüleink, a testvéreink, akik otthon maradtak és kimaradtak ebből a jó táborból, és a lelkipásztorok is, akik otthon maradtak, és az igehirdetők. Hirdetik Istennek az üzenetét, és hirdetik azt, hogy Krisztusban van a megigazulás és a megszentelődés. Őben ne dicsőültünk meg, mert vele együtt fel is támadtunk az örök életre. Az Úr napja van, kedves fiatalok, kedves résztvevők, és jó tudni azt, hogy ez az Úr napja, ez nem csak a mai ebédig tart, hanem tart ez még délután is, meg este is, és aztán eljön majd jövő vasárnap is. A vasárnap, az Úr napja. De eljön majd egy olyan nap, ami igazán az utolsó nap lesz ezen a Földön. Az Úr megítéli azon a napon az egész világot. Az ő napját hirdették már a próféták, és erről tanított Jézus, amíg a Földön járt. Elmondta, hogy milyen lesz az ő országa, és beszélt arról, hogy milyen fontos ebben az országban együtt lenni. Minél többeknek. Eljött az övéi közé, hogy neki hirdesse ezt az üzenetet. Mi most úgy érezzük magunkat, mint egy nagy család. Ugye? Igen. Na, azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen földön, ott állapotban, meg így érzem. Nem négy család, nem négy színű, hanem mind összevegyítettük a színeket, és egy ilyen pirosas, sárgás, zöldes, kék, nem, kékes, zöld szín jött ki a végére. És együtt vagyunk. És együtt voltunk ezen a héten, és szeretném, hogyha visszaismételnénk azt, hogy miket tanultunk ezen a héten. Erre készült egy kis bemutató, úgyhogy kérném azt most kivetíteni. Az első téma, az első testvérpár vagy gyerekek, akikkel foglalkoztunk, hát már egyből is látható, Dávid és Eliám, és aztán Eliámnak még volt két öccse, Dávidnak két bátyja, hogy is hívták őket? Abinádáb és Samma. Nagyszerű. És ott volt az idősebb fiatal testvérek közötti kapcsolatról, hogy hogyan kell viselkedni. Az időseknek szól elsősorban a felszólítás.
Ez volt a központi témánk. Mi ez? Ne csúfol kisebbet. De a kicsiknek is mondom, hogy ne csúfoljátok a nagyobbat. Jó? Tehát egymást. Egy aranymondást is tanultunk, mondjuk el együtt. Amit te egy következő testvérpárral foglalkoztunk, még ne ugorjunk a képet. Ki tudja fejből? Izsák és? Izmár. Jó. Ők voltak ugye a fél testvérek. És a különbözőségek ellenére is talál meg a közös jót. Ez volt a fő témánk. Mondjuk el még ezt az aranymondást is. Azt szartjátok, jó mamá, hogy az testvéreteknek ne okozzatok megütközést, vagy elkodást. Róma 14:13. Oké, és akkor most azt kérem, hogy a következő aranymondást majd úgy mondjuk el, hogy mindenki ide felé fordul, jó? Nem lesz túl nagy mindenség. Lehet, hogy még a képet, vagy a dián látható is lesz. Mert a következő témán mi volt? Ketten irigykedtek egy valakire. Ami Mózes és testvérei név szerint Áron és Mirjam. Mózes Áron Mirjam, és ott egy ilyen irigykedős dolog volt. Hát ne légy irigy. Idefelé fordulva mondjátok az aranymondást. Körülbelül 13-4. Nagyon jó. Akkor a következő témára is menjünk át. Mi volt a következő? Kik voltak a testvérpár? Még megint a Ószövetségben vagyunk. Ézsau és Jákob. Mi volt ott a fő téma? A megbocsátás, a kibékülés. Kibékülő testvéreknél egy hosszabb aranymondás volt, ami nekünk is egy felszólítás, mondjuk el együtt, meg nem ide nézzetek a levet. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézus 4:32. Nagyon jó. Ezt is jól megtanultátok. És aztán következett egy új szövetségi történet. Az új szövetségben az Úr Jézus a főszereplő az evangéliumban, és ő hívta az első tanítványait, akik két testvérpár voltak, mindkettő család halászokkal foglalkozott. Egyik testvérpárt hogy hívták? Péter és András, a másik pedig Jakab és János. Velük kapcsolatban mi volt a fő témánk? Így van, kövesd Jézust, és akkor egy aranymondást megint errefelé fordulva. Jöjjetek! Jó. És akkor tegnap egy nagyszerű üzenetet hallhattunk még egy betániai családról. Mária és Márta végre, lányok is már kicsit magukének érezhetik a témát, hiszen most egy lány testvérpárról van szó, amikor Isten szavára való figyelés és a neki való szolgálat került az előtérbe. Van egy aranymondás, amit a mai délelőttön kaptatok még meg, de lehet, hogy így frissen már is megtanultátok, és el tudjuk mondani. Nem csak a kérdélyre ér a szembe, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Máté 4:4. Nagyon jó. És akkor a mostani igéi üzenetben pedig fölolvasott alapigének a gondolataiból szeretnék egy útravalót adni számotokra. Az Úr Jézusról van szó megint, és éppen egy helyen tanít, benn van egy házban, és olyan sokan gyűlnek köré, hogy nem fér már senki, és nem tudnak bemenni még a szül, vagy az édesanyja, és a testvérei sem. Jó tudni egyébként Jézus testvéreiről, hogy már
Máriának és Józsefnek, tehát Jézus édesanyjának és az ő nevelőapjának voltak közös gyermekei, akik Jézusnak a féltestvérei voltak. Nevüket is tudjuk a Bibliában, esetleg valaki tudja Jézus testvéreinek, féltestvéreinek a nevét? Jakab. Az apjának nevét is kapta valaki. József. Simon is volt egy testvére, és volt egy kicsit fiú, Júdás. Ha olvassátok a Bibliát, akkor a végén az Új Szövetség levelei között van ilyen, hogy Jakab levele, van ilyen, hogy Júdás levele, na azt Jézusnak a testvérei írták. Ezt jó, hogyha tudjátok. És azt írja az ige, hogy rajta kívül még voltak lánytestvérei is Jézusnak, tehát legalább kettő, úgyhogy Jézusnak legalább 6 testvére volt, akik így heten vagytok világ gyerekek, tehát Ildi, Satya, Zsuzsi, Julcsi, Tomi, Gabi, Réka, Rebeka. Ti is úgy lehettek, mint ahogy Jézus volt, heten testvérek. Ez nagy dolog, és nagy dolog az, hogy Jézus törődött azért a testvéreivel, bár amíg ő járta az országot és ment mindenfelé, addig a testvérei nem törődtek vele, sőt úgy gondolták, hogy hú, az a Jézus ez kicsit meghibbant és olyan dolgokat beszél, amiért mindent vállal, olykor még nem is eszik. Néha haza akarták vinni, hogy gyere már hazafelé, ne foglalkozz ezzel, hogy elmész, ráadásul lehetséges, hogy Jézusnak az apja József meghalt időközben, és így a család fenntartó, család fő nélkül maradt. Jézus volt a legidősebb fiú, férfi a családban, neki kellett volna ellátni a család. De ő, mint egy 30 éves korában elindult, hogy hirdesse az Isten országát. És azt olvassuk, hogy itt is beszél a sokasághoz, és elmondja nekik azt, hogy mi az igazán fontos az Isten országára tartozó dolgokról. Az Isten beszédjét mondja, közvetíti számukra, és ezt az üzenetet azok hallják, akik ugye bent vannak, akik a közelében vannak. Én arra buzdítalak benneteket először is, hogy legyetek Jézus közelében, legyetek számára elérhetőnek. Tegyétek ki magatokat az ő szavának, és legyetek az ő hallótávolságában. Hadd mondhassa nektek Isten az ő üzenetét, ragadjátok meg a vasárnapi iskolai gyerekbibliai alkalmakat, az Isten tiszteleteket. Nem baj, hogyha a felnőtteknek szóló Isten tisztelet nektek kicsit unalmas, de Isten igéje hangzik benne, és ez fogja meggyőzni és formálni a ti szíveteket is. Legyetek ott Jézus közelében. Aztán arról olvasunk az igében, hogy anyja és az ő testvérei kívül a házon kívül megálltak, és beüzentek Jézusnak, hogy itt vagyok és szeretnék vele beszélni. Ezt mondja ott valaki, figyelmezteti Jézust a gyermeki kötelességére, meg a testvéri kötelességére. Hát az anyád és testvérei odakint állnak és beszélni akarnak veled. Hogyha ti lettetek volna Jézus helyében, akkor mit tettetek volna? Persze jó kapcsolatban van ő az anyjával is, meg a testvéreivel is. Lehet, hogy egyből, hú, de jó, megjött apukám, megjött anyukám. De jó, megjöttek a testvéreim, menjek ki, köszöntöm őket legalább. Bár most itt a táborban lehet, hogy olyan jól érzitek magatokat, hogy még a dobótéren is szeretnétek egy kis adományt gyűjteni, hogy még maradjunk néhány napra. Legalábbis a felnőttek között vannak ilyenek. De többen mondták a gyerekek is, hogy még jó lenne maradni. És általában így van ez táborozáskor. Viszont, hogyha jön az az idő, hogy megérkeztek a szülőkhöz, meg megérkeztek a testvéreitekhez haza, akkor van valami feladat, van valami kötelesség. Ennek eleget tudtok tenni? Vajon, hogyha keresnek titeket, elérhetők vagytok az ő számunkra? Meg lehet ezt tenni is, és azt lehet mondani, hogy na, most már itt vagyok, most már figyelek rá. Kikapcsolom a mobilomat, elfordulok a számítógépes játéktól, most a tanulás se érdekel, hanem akkor anyukám, hallgatlak, mondja, mit szeretnél. Tesom, beszéljük meg, vagy játszunk együtt, vagy amit szeretnél, mondja. Ezt jó, hogyha meg tudod tenni. És jó, hogyha oda tudsz figyelni a családtagjaidra. De Jézusnak van még egy fontosabb mondani valója ezzel kapcsolatban. Azt mondja,
itt az ige, hogy ő azonban erre ellenkező módon válaszolt, és azt mondta, hát ki az én testvérem, kik az én testvérem, és ki az én ellen. És képzeljétek el, hogy így kinyújtotta Jézus a kezét, és a körülötte lévők felé, a tanítványai felé mutatott, és azt mondta, hogy én az én anyám és az én testvéreim. Ők, akik itt ülnek most, akik hallgatnak rá, akik közel vannak hozzá, akiknek beszélnek, ők az én testvéreim és az én anyám. Ők azok, akik figyelik az Isten szavát, akik törődnek az Isten dolgába, akik nem csak meghallják, hanem majd meg is cselekszik az Istennek a beszédét. Az az én fiú testvérem, az az én nő testvérem, és az az én anyám. Egyszer egy cigány testvér beszélt erről az ígéről. És azt mondta el, hogy amikor ide ért a bibliaolvasásban, és ezt az igét úgy üzenetként kapta, akkor nagyon-nagyon meghatódott és megdöbbent ezen. Hát Jézus engem, az ő testvérének nevez. Hogy lehet az? Hát Jézus zsidó volt, én meg cigány vagyok, mondhatjuk mi. Mi meg magyarok vagyunk. Hogy lehet, hogy Jézus testvérének nevez? Hogy lehet, hogy ennyire nagyra becsül? És ez a cigány testvér azt mondta, hogy amikor ebbe belegondolt és hálát adott érte, akkor az volt benne, hogy ezt neki el kell mondani a többieknek is. Hogy figyeljetek már, gyertek, hiszen lehettek ti is Jézusnak a rokonyai. Ezt az volt aztán, a rokonyai lehettek. Lehetsz te is a Jézus rokonya. Te is lehetsz a Jézus rokonya. És így mondta lelkesen az ő bizonságtételében, hogy mindenki lehet Jézusnak a rokonya. Hát, kedvesen, ti is lehetek, mindenki lehet Jézusnak a rokonya. Ő az, aki olyan közel jön hozzátok, hogy elfogad titeket is. És tudjátok, az lesz majd, hogy a Mennyországban lesz egy hatalmas nagy sereg. Nézzük csak! Jelenések 7, 9, 10. Nagy sokaságot láttam, amelyet senki sem tudott megszámolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. Ott voltak a trón előtt és a báránk előtt. Fehér ruhába voltak öltözve, kezükben pálmák, és hangosan kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a báránké. És aztán az angyalok mind, akik a trón körül álltak, leborultak a trón előtt, és imádták Istent, és ezt mondták. Ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő, a mi Istenünknek mindörökké, örökké. Ámen. Jézus mindenkit az ő rokonává, az ő testvérévé szeretne változtatni. Többen tegnap este meghallottátok ezt a hívást. Előre jöttetek, és jeleztétek, hogy szeretnétek az Úrhoz térni. Ő elfogad benneteket. Ő tovább vezet benneteket. Ő hazavisz most, mai napon, és otthon is megadja az erőt ahhoz, hogy Jézushoz méltóan az ő testvéreiként éljetek. A legnagyobb üzenet ebben a táborban az összes többi testvér pár mögött és után az, hogy oda lehetne írni Jézus és én. Elképzelsz egy ilyen diát? Elképzelsz egy ilyen felírást? Jézus és én. És a magad nevét helyettesítve. Ez a nyerő testvér pár. És Jézus mindenkinek így testvérévé szeretne válni. Én ezért imádkozom, és ezzel küldelek benneteket haza. Éljetek ennek örömével, ezért háladással, és ehhez méltóan. Jézus testvérei lehettek, hogyha hallgatjátok, és megteszitek az Isten a szavát. Imádkozom. Úr Jézus, dicsőítelek téged! Olyan jó tudni azt, hogy te közel jöttél hozzánk, hogy mi közel kerüljünk te hozzánk. Hálás vagyok neked azért, mert te is emberré lettél, mi pedig Isten gyermekeivé legyünk. Köszönjük neked, hogy te testvéreddé fogadsz bennünket, és mi is hallhatjuk bátran és büszkén, hogy te, mi
legcsodálatosabb, legdicsőségesebb és leghatalmasabb, legszeretőbb és leggondoskodóbb és legjobban megbecsülhető testvérünk vagy, az élő Isten fia, a világ teremtője, a megváltó, az a dicsőséges bárány, aki ott ül az Isten trónján, mert elvégezte a váltság munkáját. Te vagy az Úr Jézus, te vagy a mi testvérünk. Köszönjük, hogy befogadsz bennünket a te családodba. Nem szégyelsz bennünket testvéreinek nevezni. Köszönjük azt, hogy megadod az erőt, hogy ehhez méltóan éljük. Könyörgöm, Uram, azért, hogy mikor hazamegyünk innen, akkor ennek hadd legyen láthatja. Hadd mutathassuk a mi életünkkel, és mondhassuk a mi szavainkkal, hogy hozzád tartozunk és veled fogunk élni örökké. Ámen. Isten áldását kívánom minden jótokra, és most ezzel befejezzük a tábort. Köszönjük Istennek, és köszönjük mindazoknak, akik részt vettek ennek a tábornak a levezetésében, hogy segítettek bennünket közel az Úrhoz, és legfőképpen neki vagyunk hálásak, mert ő engedte, hogy közel jussunk hozzá. Maradjatok az ő közelében, és figyeljetek még egy dolog. Jövőre július 13 és 19 között lesz egy ilyen hétfőtől vasárnap terjedt időszak. Megfelel? Felsőtárkány? Megbeszéljük még, de jövőre ugyanekkor ugyanígy találkozunk. Isten áldjon benneteket!